Buda, 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 pattogatott kukorica. De az még nem a pattogatott kukorica. Azért ott még az egészet, nem? Babusgató. Ezzel a címmel tart foglalkozásokat Novák Szabó Lívia pécsi anyukáknak. A félórás programnak több célja is van. A foglalkozásnak az elsődleges célja az, hogy a várandós kismamákat szólítsuk meg, és a pici babás anyukákat. Ez egy kimondottan elszigetelődésre hajlamos időszak a nők életében, ezért fontosnak tartom, hogy közösségre találjanak, különösen a koronavírus járvány alatt gondolom, hogy ez fontos, mert még inkább elmagányosodnak időnként az emberek. Ez az egyik célja, hogy itt közösségben legyünk. A másik pedig az, hogy az anyukákat dalra, mondókázásra szoktassuk, hogy megismerjék azokat a dalokat, amiket lehet és kell is énekelni a mindennapok során, mert ez segíti a gyermekkel együtt töltött időt. Itt most 4 édesanya volt a babájával, ők rendszeresen járnak egyébként a babusgatóra. Egyelőre a járvány miatt kiscsoportos foglalkozásként működünk, tehát mindig regisztrálni kell, mert szeretném azt, hogy kordába tudjuk tartani, mennyien vagyunk itt. A mondókák és énekek minden alkalommal tematikusak, maga a foglalkozás pedig egyfajta menetrendhez igazodik. A babusgatónak egy speciális felépítése van, eltér a zeneóvitól és a zenebölcsitől is, mert itt azzal kezdünk, hogy különböző légzőgyakorlatokat végzünk az édesanyákkal. Ezt azért tartom fontosnak, mert a kilégzés az csökkenti a stresszt, fájdalomcsillapító hatása van, és a légzőgyakorlatokon keresztül megtanuljuk ezeket uralni, ezeket jól használni. Tehát ennek a mindennapokban nagyon-nagyon fontos szerepe van, valamint a kismamák életében is, hiszen amikor felkészülnek a szülésre, ott is meg kell ismerkedni bizonyos légzőgyakorlatokkal, hogy maga a szülés élmény az egy kicsit jobb vagy könnyebb legyen. A foglalkozás többi részén pedig az ölbéli játékok, a mondókák keverednek különböző dalokkal, nyilván az ünnepeknek, az ünnepköröknek a jellege meghatározza azt, hogy aktuálisan mit éneklünk. Lívia már régóta gyerekekkel foglalkozik, de az ilyen csoportos programokat nemrég indította el a pécsi anyukák számára. A pályám kezdetén pici gyerekekkel foglalkoztam, és aztán elkerültem más intézményekbe, más iskolákba, ahol találkoztam nagyobb gyerekekkel is. Tehát mindenféle korosztállyal foglalkoztam már, de eddig a közoktatásban. És tavaly kezdte kifordni magát a gondolat, hogy egy saját zeneműhelyet indítanék, és szívemnek a nagy vágya volt az, hogy olyan csoportos órákat csináljak a kicsiknek, amiben valóban megjelennek a kodály jelvek, ahol a zeneóvisoknak tényleg a zenei írásolvasás előkészítését megadhatjuk. Lívia a babusgató és a zeneóvi mellett még számos más foglalkozást is tart. A zene ugyanis fontos szerepet játszik életében. Csipcse, fecse, fecse, megtív, olvad a ég, csak csepeg a víz. Csipcse, fecse, öcse, megtív, olvad a ég, csak csepeg a víz. Énekzene tanár, kóruskarnagy vagyok. Szívemnek a csücske a kórus éneklés, a kórus mozgalom, úgyhogy van egy kórusom, a Vokapella, ami az első kisfiam várandossága alatt született. Nagyon szép eredményeket értünk el, erre rendkívül büszke vagyok. Itt pedig egy zeneműhely óráját látogattátok meg, ahol a babusgatóval találkoztatok, de ezen kívül van zeneóvi, zenebölcsi is heti rendszerességgel, és ami igazán jól karban tart engem, az az, hogy a piciktől a nagyokig mindenkivel foglalkozom,
akár az egyetemistákkal is, vagy egyetemi felkészülésre is tudok segíteni a fiataloknak, és ezt a fajta változatosságot nagyon, nagyon élvezem. Ezt az anyukák és a picik is élvezik, hiszen a mondókák, dalok segítik a ritmusérzék kialakulását, melynek a gyerekek az élet minden területén hasznát veszik, legyen szó mozgásfejlődésről, vagy a mindennapi szokások kialakításáról. A megismert dalok hozzájárulnak a könnyebb elalváshoz, az éneklés pedig ellazít, így oldja a stresszt az anyában és a babában egyaránt.